Miskolcán olyan mérkőzést játszottunk, amire talán még mi se számítottunk, hogy ennyire jól ki fog jönni. Tényleg nagyon jól funkcionált az egész csapat. Az első fél időben az utolsó percekben sikerült megfordítanunk az eredményt, vezetett 1-0-ra az ellenfél. Sikerült megfordítanunk 2-1-re, és utána a második fél időben egész idő alatt nagyon jól kontrolláltuk a mérkőzést, és lehoztuk a végén egy nagy arányú győzelemmel. Odličan rezultat protiv Metalca i već drugi gol za redom. Da, hvala. Pa to je zasluga cijele ekipe. Počeli smo u posljednje vrijeme odlično da igramo. Očekuje nas sutra već još jedna teška utakmica, još jedan derbi sa odličnom ekipom Javora i očekujem naravno još jednu pobjedu. Ti si dobar poznavaoc Javora. Da, ja sam tamo iz tog kraja. To znam tu ekipu, igraju čvrsto, agresivno, a i znaju, dobra ekipa, znaju mnogo fudbala. Očekuje nas jedna jako teška utakmica, ali mislim da imamo kvaliteta, igramo kući i da ćemo naravno zabeležiti još jedan dobar rezultat u nizu. A következő mérkőzés az megint egy rangadó lesz a Javor ellen. Azt tudni kell, hogy ők hétvégén egy nem várt vereséget szenvedtek otthon a Becsétől, kikaptak 2-1-re, így biztos, hogy nagy motivációval fognak jönni Zentára, hogy köszörüljék azt a csorbát. Tudni kell róluk, hogy egy olyan csapat, aki nagyon támadó szelleműen játszik, tehát ők az egyetlen csapat, aki több gólt lőtt a ligában, mint mi. Úgyhogy én egy ilyen nagyon nyitott mérkőzésre számítok, tehát sok gólhelyzettel biztos, hogy nem védekezni jönnek ide, tehát őnekik is az lesz a céljuk, hogy a három pontot megszerezzék. Veszma návigli, da néma vise utakmice, da Szilágyi ne da gól, to je već bio osmi po redu. Jeste, i nastavljam dalje, i nadam se da već sutra protiv Javora ću postići još jedan i preći na broj 9. Javor je isto u vrhu tabele, znači sigurno neće biti lako. Naravno, kao što ste rekli, zasluženo su na vrhu tabele, mislim da je ovo bila neki mali kiks što se tiče što su izgubili od Bečeja. Mislim da dolaze kod nas da opravdamo trenutnu poziciju na kojoj se mi nalazimo i oni, i da ko pobedi prestigne jedno drugog i završimo ovaj prolični deo kako treba. Van három najjó kapusunk, tehát Filipović és Jorgić, akik rutinosabb kapusok, nagy múlttal maguk mögött, illetve Hajagos Tamás, aki a jövő generációja, de tényleg három egyforma kapus, tehát most jelen pillanatban Filipović és Jorgić rutinjuk véget előnyt élvez a Hajagossal szemben. Igen, tehát a kapott gólok mennyisége is mutatja, hogy jól funkcionálunk hátul, tehát nem csak a kapusposzton, hanem az egész védelem összeérett, és hátulról is tudjuk támogatni a támadásokat. Valószínű, hogy ez is közrejátszik abban, hogy a ligában második legtöbb gólt tudtuk elérni.